Lovas New Morning Show. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Jó reggelt! És most, hölgyeim és uraim, elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. Műsora. 8 óra után vagyunk, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk minden morning show hallgatónak. Itt vagyunk, és hát mivel mással, mint egy jó baby sister set, egy jó atya, úristen. Illetve mondjuk azt, hogy baby sister set. Baby sister set, igen. A jó talán. Egy jó kis Rád gondolok című dal, ami egyébként 1997-es, 97-es, 98-as, így van. Megőrültek értük annak idején. Tehát azt nem tudjuk, hogy az ének tudás vagy egyéb volt-e a vonzó a csapatban, de... Hát ott volt minden. Ott van, van, aki énekelni tudott, van, aki szép volt. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, mondjuk, hogy mi a helyzet az utakon. Máté Szalka végén mérik a haladókat, Gabi küldte nekünk, valamint a csepeli szabad kikötő út kifelé beállt, aki tud kerüljön, Dávid 94 írta. Tízes út rosszabb, mint valaha, mindenki figyeljen, valamint M7-es Budapest felé a Kápolnás néki lehajtó előtt tele a pálya kisebb-nagyobb fém hulladékokkal, úgyhogy az is baleset veszélyes, figyeljen mindenki, valamint Véda van Újfehértó belterületén a 4-esen. Szürke Skoda Fábiából Nyíregyháza felé mérnek. Köszönjük szépen. Na, nekünk pedig itt vannak vendégeink, a Reunión, ahogy már napok óta fogalmazunk. Annyi mikrofont kell beadni, hogy mindenkit benyomkodunk itt szépen egyenként. Megérkezett hozzánk a régi... Hát, hogy is mondjam, tulajdonképpen kezdeti Z pluszos gárda, ugye, kis kivétellel Zsú, Lilu, Nagy Sanyi és Fili. Hello! Hello! Hello mindenkinek! Szót most mondtad utoljára, remélem. Nem volt ez olyan nagy erejét. Igen. Én azt néztem, hogy vagy mindenki festett, vagy csak a Filip őszül. Hát összefele. De vállalja. Így van, de eltelt 25 év, és a haja még mindig tart. Gyerekek, Filip sérója. Ötkor keltem tényleg. Filip sérója tökéletes. Még mindig, egyébként hosszú-hosszú évek után, még mindig. Néha, még néha mindig rásírtatok finoman a fodrászomnál, olyan 3-4 hetente merem csak megkérdezni, hogy egy kis kopaszodás, rizkulás, hullás, és mindig mondja, na menj fenn. Más szokott mondani, csak nem szeretnék újra a YouTube-ig. Jó, de azt mondja, hogy a Filipnek a frizura ez pont ugyanolyan titok a magyar médiában, mint mondjuk Trütkoé. Tehát, hogy soklak, hogy. Ez nem egy sapka, tehát ez igazi. Figyeljetek, csak volt az első találkozás. Volt egy ilyen meeting, hogy kinek mi legyen a neve, mert én ezt sose értettem, ezt a Lil, a Filipet. Volt. Ezt kitaláltátok? Igen, ezt te miért nem kaptál? Mert ő Balázs és trend. Ne, aztán a Balázs annyira nyomorult, hogy maradjon úgy. Az miért nem kapott? Mondja, mert a Balázs egy vállalható név, de én Ildikó Magdolna vagyok. Érted? Az egy VJ-nek az név. VJ Kálmán. VJ Kálmi. Nem, az erős lett volna, azért vagyunk. Kálmán és Magdi. A Filipnek volt egyszer egyébként egy olyan ötlete, hogy én legyek VJ Bunny, mert hogy ugye az én Bunny. Vezeték nevem az Nyúl, és akkor így azt mondtuk, hogy hát azt talán nem, és akkor így jelentkeztem, hogy... De ezzel később viszont felnőtt filmezni tudtál volna. De nem erre a kategóriára gondoltunk akkor, és akkor így mondtam az akkori vezetőknek, nem lehetnék, hogy a Zsuzsiból az elejét tartsuk meg, hogy Zsú, és akkor mindenki, nagyon jó, szuper, és akkor így az így rajta. De nagyon beleszólásunk nem volt, tehát de akkor azt kellett csinálni, azért, amit mondta. Most ennyi idő után el kell áruljak valamit, tehát a Leventével, a Málnai B. Leventével, aki akkor a vezérigazgató volt, és akivel annó mi együtt kezdtük ezt az egész tévét csinálni. Én hosszasan győzködtem, hogy téged Kevinnek. Úristen, de jó lenne! Kevin vagyok a megállóban. És én nem tudom, hogy maradhattam Balázs egyébként. Tehát nem, egyszerűen nem emlékszem rá. Iszonyú mázlid volt. Iszonyú mázli volt akkor, igen. Én hordozom öreg asszonykoromig. Ezt soha nem veszem. Igen, de hát Sanyi, te is tiltakoztál az Alex névelen nagyon sokáig. Hiába protestáltam, hiába. Ugyanis egyetlen egy érve volt a szóban forgó Leventének, aki ugye akkor a főnökünk volt, hogy azt mondta, hogy hát nagyon jó a Nagy Sanyi, mert én egybeírva kisbetűvel én ezt szerettem volna. És soha az életben nem hívott senki Alexnek, nem
csak gondold el, tehát Alex az egy írszetterhez méltó név szerintem. Lexinek. Én így lettem három évig Lexi, és az volt a döntőért, hogy hát nálunk, tudod, Alex, mert ők már akkor így konzekvensen így hívtak, nálunk ezek a nevek jöttek be, mint Jeanette, Betty, Philip, és hidd el, hogy az Alex legalább olyan European és trendy. Igen, ja, imádta, ezt nagyon szerette. Egyébként sajnos nem sokat tudunk beszélgetni Sanyival, mert ma forgat egy Opel bontóban is. De egyébként még egy mondat a nevekről, hogy én akkor már Filipként voltam képernyőn, mert 94-ben volt egy Top TV nevű zenecsatorna, úgyhogy ez már ott elkezdődött, sőt már korábban. De ja, te mindig kilogtál egy picit a sorból, tehát hogy azért is figyeltek ott, és azért is volt veszélyben nagyon zsú ezzel a báni névvel, mert hogy a Filipre mindig úgy nézett le, mert hogy ő már tévézett. Akkor a Filip számított, amikor mi kezdtünk, a Filip számított a nagy öregnek, mert már Top TV, ugye? 3 vagy 4 év Top TV. Magyar TV, már minden megjárták. Igen, te még szoborral csináltál interjút, hogy menjen Balázs. Igen. A castingra emlékeztek, hogy kit hova hívtak castingolni? Vagy kinek mit kellett csinálni? Én rád is emlékszem. Te emlékszel a castingon? Én emlékszem rád, Balázs, mert mi a Timár utcában voltunk castingon. Egy akkori SZDSZ-es művelődési házban. Így van. És... Mert pont a magasság megvolt. És emlékszel arra? Emlékszem, hogy rengetegen voltak, és leültem egy helyre, és volt egy kisebb társaság, ott volt egy ilyen nagy szőkefejű gyerek, aki mindig mindenkin röhögött a haverével együtt, és akkor kiderült, hogy ez a srác, ez valóban nagyon tehetséges. Hát akkor még nem. Akkor hát még, igen, nem, aztán, akkor még azért de valaki így... csak látta benned. Tehát, hogy egyszerűen nem lehetett nem észrevenni téged, ezt akarom csak mondani, hogy úgy nagyon kitűntél a többiek közül, hogy... Én egyáltalán nem emlékszem rád. Hát jó, nyilván. Nem baj. Utána egyre inkább leégtem az emlékezetet. De Balázs, nem úgy 20 évből csak magára emlékszik, hogy ezt nevedd magadra. Nem, utána pár éjszakát együtt töltöttünk Táncreakció címén, nem tudom, emlékszel el. Úristen, igen, majd erről is beszélünk, hogy kinek mi volt a legborzasztóbb forgatása. Igen, a forgatások felére Zsuzsi is emlékszik, a másik fel az, mert valahogy. Sanyi, neked volt casting? Egy lehelettel később jöttél, ugye? Hát én lehelettel később jöttem, de egy picit később érkeztél. Amikor indult az E+, hogyha jól emlékszem, akkor volt egy ilyen országos plakátkampány, amiben felhívták azoknak a srácoknak és fiataloknak a figyelmét, hogy akikben volt egy ilyen kis affinitás, hogy esetleg most betörhetnek a világot jelentő deszkák, és jöhetnek. És én is elmentem a szegedi fordulóra, onnan tovább jutottam a budapestire, de ott az első 50-ből kipontozottam. Én egy ilyen meglehetősen furcsa kurfival jutottam el az E+-ba, de eleinte én szerkesztő voltam. Erre még talán emlékszel is, mert még a megállódat is szerkesztettél fél évig. Még mi is dolgoztunk. Sőt, mi is dolgoztunk együtt az E+ inváziában. Igen, Sanyi szerkesztőként került oda, és aztán később lettél műsorvezető, mi együtt voltunk az utcákat, és forgatunk megállót. A Jani helyére kerültél? Nem emlékszel. A doktor Pék Gyula volt az értelmi szerzője annak, hogyha már a Janitól megvált a cége, nem tudom, akkor milyen rossz fát tettél a tűzbe, szerintem nem volt sok rossz fát. Jó sokáig lobogott az a mágia. De megörököltem tőled utána. Mint Filip mágia. Igen, tudtad, hogy ezért jössz, nem? Egy kicsit. Szóval egy kurfi volt. Hát igen. Arra emlékeztek, nem tudom mennyire van meg, hogy amikor mi fölvettük a Viva első bekonfiát, a nagy közös beköszönünk a nézőknek, 9. június 27-én, azt 3 óráig vettük, és soha büdös életben nem került adásba, annyira rosszak voltunk rajta. Belépett Filip, jött Jeanette, jöttem én, mondjuk hosszú hónap vagy órákon keresztül, és aztán lement az Ákos klip, szülők otthon várták, hogy mikor jelenik meg gyermekük, és nem került adásba, arra emlékszel? Ugyanis mi kezdőként annyira bűrosszak voltunk, hogy azt mondta a csatorna, hogy nagyon jó volt, 3 óráig vettük, nem merték adásba tenni, és azzal indítani. Technikus tettünk alkoholistává. Nem merték elindítani. Később bosszút is álltak, de ebben most nem engedjük. Ne beszélünk majd arról is, igen. Ugye nekünk közös műsorunk is volt, amit nem tudom, talán a Sanyi ötlete volt, amit akkor nagyon szerettünk. Azon, a vaktöltény. A vaktöltény, igen. Az a Sanyinak az ötlete volt. Igen, is köszi. Hát én figyelj, de mindannyiannak jó volt. Ez mindannyian benne ültetek? Igen, okoskodtunk. Egy ilyen mély interjús beszélgetésben voltunk. Atya úristen. Igen, és egyébként szerintem nagyon jó volt így utólag végig gondolva, mert szerintem egy kicsit jobban megismertük egymás gondolatait, meg úgy egy csomó mindent megtudtunk. Egy jó szakmai gyakorlat volt. Ültünk ilyen gumifotelekben, és arról szólt, hogy vasárnap a
valaki hoz egy témát, és a többiek pedig megvitatják. Hát ez hol rosszabbul sikerül. A gumifotel eresztett valahol. A gumifotel eresztett már a végén, és talán a kispesti... Igen, gazdag voltak, meg kameratépek az oldalán mindenhol. Igen. A kispesti tévében vettük, arra emlékeztek? Igen. És hát nagyon, nagyon mélyen szántó témákat szolgattunk. Halljuk be. Igen. Megcsalás vagy kitartás egy életen keresztül. 19-20 évesen. És nem is tudtátok, hogy egy nagy évű pályának az alapjait raktátok le később, ami a Balázsóba torkollottak. Megcsalás vagy nem csalás? Elhagyja vagy nem hagyja? Vajon Lajos igazat mondott vagy se? Igen. Az akkori Z-plusz tervezés, aztán kevesen tudják, egy padlástérről ment. Azért erről beszélhetünk, mert mindenki úgy képzelte el, hogy valami hollywoodi stúdióban forgatunk. Prima TV. Ugye mellett egy Galambóc utcában egy padlástérről, ahol az elején nem volt klíma, és azért az ugye júniustól augusztusig azért itt viszonylag nehéz volt. Azért volt mindenki vékony, mert kiizzadt a nyáron. Igen. És az első félét nem szólt másról, csak hogy ilyen összekötő szövegeket kellett mondani. És nem voltak élőadások. Nem volt élőadás. Éveken keresztül nem volt semmiféle élőadás. Hanem nem mertek senkit beterelni. Egy stúdióban egyébként Jani volt az egyik legprofibb ebben, már akkor is teszem hozzá. Igen. Hogy szövegeket kellett írni olyan klipekhez, amelyeket nem láttunk. Tehát olyan általános, általános átkötő szövegeket kellett mondani, hogy mit tudom én. Úgynevezett generic linkeket írtunk, de ilyen 200 számra. Igen. És János ontotta ezeket, ugye felkonferáltál egy klipet, hogy utána három klip lemenjen, de nem tudtad, hogy milyen, és mindig nagyon általánosan kellett mondani. Semmi konkrétum nem volt benne. De egy konkrétum volt. Zúzda! Ez jó, a filmzenék olvasztó tényleg. Visszatérve a Prima TV-re, illetve a Galambóc utcai stúdióra, azért az az előnye megvolt mindenképpen ugye a férfi szerkesztőknek, meg ugye a műsorvezetőknek, hogy ugye a Kovinak az utómunkája is ott zajlott. A Kovi filmek utómunkája is ott volt, és mindig, amikor így elmentél a stúdiumot, és balra benéztél, akkor így be, láthattál egy nagyobb adagot, mondjuk Michelle Wynne-nak a munkásságából. Igen. Hála jó Isten. És volt még egy jó, hogy koedukált volt az öltöző, ami egyben sminkszoba is volt, ahol reluxa volt, és hát a Jani többször kaptok azon, hogy amikor a Lilu vagy a Zsú éppen a adásra átöltözött, akkor véletlenül ott állt. És ja, te vagy Ben Betty, bocsánat. Erre nem is emlékszem, hogy te leselkedtél. Tényleg? Azóta is. Jó, azóta is. Kinek volt az első műsora, amit csinált a tévében, az akkori Z-pluszon? Amit, ugye voltak közös műsorok, voltak egyéni műsorok. Lilu, te mit csináltál először? Nem tudom, én annyira rosszul voltam, hogy engem mindenből kivettek. Úgyhogy, valahogy bejutottál, oda kerültél, majd mindenből kivettek? És aztán, utána, amikor már a küszöbén voltam annak, hogy eltanácsoljanak, akkor találta ki a PR, hogy legyen a Mizu is. És akkor, a Mizu is csak elkezdett működni. Nekem az volt az a műsorom. A Lilut beraktak egy díszletbe, és ilyen tini küldözgettek neked. Tele volt gumicukorral, plüssállatokkal, és én tini küldtek csomagokat, ugye? Hát ez ilyen volt. Kis junior kányakata volt. Meg leveleket. Igen. A levélírókról majd később. Slágerlistát is. Igen. Plüss figurákkal, amiket aztán később Sanyi a saját műsorában szexuális az zavar. Igen. Felgyújtott és molesztált. Így van. Igen, Sanyinak volt egy olyan időszak az, amikor a kreativitását elég fura módon éltek. Nem is értem, hogy tűrtek meg ott. Ha, gyerekek, akkor ez egy szabad televíziózás volt. Nem volt. Igen, hol lehet? Cserkelés az életem. Igen. Tulajdonképpen kicsit mindenki azt csinált, amit akart. Ennek a melléktermék, hogy fent van az interneten. Hát Álmok futottunk, kísérleteztünk a nézőkön, nem is nagyon mondták el nekünk, hogy mit csináljunk, nem is tudtuk, nem is volt akkor még semmiféle szaktekintély, aki odajött volna. Nem gondoltuk végig, hogy ez benne lesz a tévében. Tehát ennek nem volt egy legalábbis. Kivéve Filipet, aki nyilván idősebb volt és tudatosabb, 6 fiatalt kiengedtek az utcára egy kamerával, hogy csináljátok, amit akartok. Nem volt TV2, nem volt LTL, nem volt valóság sok. Tehát egy diszkóba fölnyomtad a lámpát, hogy táncreakciót forgatsz, 8-an akartak megverni, hogy takarodjál el innen. Mi történik, és miért van kamera, és miért van fejlámpa? A gyerekeken a táncreakcióval annyi fület láttam közelről, mint egy fülorgégész. De tényleg, tehát igen. 3,5 éven keresztül téged minden péntek, szombat, esti. Hát, hogy már hány srácnak van meg a Popimnak a nyoma a kezébe, azt nem tudom, de hogy így a végén... Egy generációnak. Tényleg biztonsági öröket kellett mellém rakni. Már az akkori stábon belül, vagy a nézőkről beszélt? Ki tudta abban a kavarodásban? Nem, tehát, hogy tényleg ez egy nagyon-nagyon nehéz szakma volt egyébként így 3,5 éven keresztül péntek szombat éjjel bulizni. Emlékszem egy esetre, hogy 3,5 órán keresztül ültem egy sörös rekeszen, és fát a DJ Sterbinskit, mert éjfélkor kész volt az adás, de még nem mehettünk haza. Nem jött, igen. Úgyhogy voltunk olyan diszkóban, ahol lisztes lett a lábunk, mert egy malomban volt a diszkó. És ott kellett eljátszani, hogy mekkora buliban vagyunk,
is milyen jó hangulat, és közben másik oldalon meg már csinálták a kenyeret reggelre. Ekkora buli, gyertek ide az ország legnagyobb buli. Milyen lisztes a lábam. Most már ezt nem lehetne megcsinálni, mert te biztos, hogy lépne. Ahogy meglátták az adásban. És a Beach House-ban ilyen nappal, tehát ha volt ember, ha nem, és hát eleinte nem nagyon volt ember, és ott igen, is tényleg, a megjeleneteket kellett forgatni, úgy, hogy nem volt rajtunk kívül senki. Igen. Csak a DJ meg különböző színes fények. És azért a kritikusok sem voltak egyébként túl könnyörületesek, én emlékszem, hogy az első megjelent cikk az E-pluszról, azt hiszem, egy Seres Lászlónak a tollából született, akkor már akkor is egy publicistának számított, és elég jónak, és végén mindenki szépen sorra vett, és akkor kisebb-nagyobb hibákról így értekezett, de amit külön kiemelt, hogy a Z plusz legnagyobb problémája Vadon János. De, igen, én vagyok a legnagyobb problémája az E-plusznak. Csak egy picit így vissza is vettem, mert hát ugye nálunk már az elején leesett az X-i. Ez az után volt, amikor megírta a Kacsa magazin, hogy Z plusz Balázs a fiúkra hajt? Igen, volt Kacsa magazin. Még ment a Kacsa magazin, kettő darab cikk jelent meg, az egyik a Z plusz Balázs a fiúkra hajt, a másik, hogy Z plusz Balázs és Lukács Máté angyali melegsége. Hogy engem láttak hajnalban, az akkori angyalbárból kellett ki engem kisöpörni, és láttak ott különböző férfiakat. Igen. Sanyi, még mindig úgy vagy a telefonomban, hogy Z plusz Balázs. Tényleg? Komolyan. Ez kedvesen nyilván. Sebestyén egyébként. Lehet, hogy egyébként már eljöttél Balázsra. Eljött az ideje, igen. Mikor voltunk mi így utoljára együtt? Én nem is emlékszem annak az apropójára, hogy mikor gyűltünk mi így össze. De úgy ezer éve nem láttam, tehát így mi tulajdonképpen 100 000 évvel ezelőtt. Nem? Nagyon-nagyon soha. Régen. Soha. Tehát mióta tulajdonképpen mindenki kirepült. Egy Z-pluszos összeröffenés. Mondjad, Sanyi? Volt egy Z-pluszos összeröffenés. Volt valamikor egy ilyen Z-pluszos vívás összeröffenés 5 éve, vagy lehet, hogy 10 éve. Te miért mentél el? Téged kirúgtak, vagy te magadtól mentél el? Lejárt a szerződésem. Nagyon jogos a kérdés. De nem emlékszem tényleg, hogy mi volt? 2005-ben lejárt a szerződésem, és én akkor már szerintem én akkor már kezdtem egyébként így tehát én kezdtem akkor már így a végét járni, úgy érzem. Megmondtad az összes szépkorú kolléganőnek az aklatását. Nem, nekem elég volt őszintén szóval. Már meg volt mindenki. Már minden, igen. Tovább kellett. Nekem elég volt. Már nem volt elég volt őszintén. Tehát akkor azt mondtad, hogy elég, és nem tovább. Sanyinak már az első percben elege volt az egészből, mert azért azt valljuk be őszintén, hogy Sanyi volt az, aki mindig egy picit olyan értelemben kívülálló volt, hogy mindig elmondta, hogy ő többet, ő jobbat, ő mást akar csinálni, állandó csovált a fény. Problémázott, de ez úgy volt, hogy belépett a Galambóc utcába, és ez onnantól kezdve. Mit csinálok én itt? Itt én tele vagyok ötletekkel. Nem emlékszem arra, amikor a gyártásvezető szaladt utána. Ne, Sanyi, gyere már vissza, tényleg, csak ezt az adást még vegyétek fel. Csak ezt az utolsó. Elmentél adásról, tényleg mondtad, hogy eddig és nem tovább? Nem emlékszem. Nem emlékszem, de nem csoda, hogy nem emlékszem rá. Mindig kész volt ettől a helytől, meg ezektől a zenéktől. Akkor teszed fel a kérdést, hogy miért tartottak engem ott 3 évig? Ezt szerintem ők se tudták. Ugye? Figyelj, én nagyon élveztem egyébként azt a szabad asszociációs improvizációt, amiben néha tudod a mozaik oktatási stúdióban, fent a Galambóc utcai emelek stúdióban, amiket el lehetett követni, és senki nem kontrollált. Nem volt feedback egyáltalán, és senki de tudod, miért nem kontrollálták, mert nem értették, hogy mit beszélnek. Nem is tudták, gyerekek, egy védőnő volt a gyártásvezető asszisztensé. Tehát azért azt mondjuk el az elején, nem tudom, emlékeztek arra, hogy olyan szinten szabadon televízióztunk, hogy álltunk. Bea volt, talán. Így van, és egy védőnő volt eredetileg. Emlékszel rá, Filip? Ő volt a gyártásvezető asszisztensünk. Tehát mi a Sanyival azon versenyeztünk hétvégén, hogy ki ér oda előbb hétvégére elvinni magának a céges autót. És mindig az nyert, aki előbb odaért. És mindig kivogattuk egymást, hogy ki hol van. Én már a Móricon vagyok. Én, aki előbb odaért, az kapta meg a céges autót, mert bárki elvihette a céges autót. A fehér Felicia. A fehér Skoda. Ez amit összetörtetek. Amit én aztán rommá törtem. De igen. Szarvas Laci is megigazította az oldalát. Egyébként Szőr Szarvas Laci. A profizmusról annyit, hogy nem csak, hogy a védőnőről emlékezzünk meg, hanem Szarvas Laci egykori kollégánkról is. Akkor kiváló szerkesztő volt egyébként. Picit néha be volt lassú, de és úgy éreztük, hogy a vízilabdások, csak ő nem lent vett fel két alsónadrágot, hanem fent vett fel két pólót, mert annyi szőr volt a testjére. Igen. De van ez egy sztori, hogy mennyire lassú volt. A legemlékezetesebb közös munkánk vele szintén a Beach House-hoz kötődik. Egész nap vártuk, hogy a világsztár Sheryl Crow végre interjút adjon nekünk, hogy elkaphassuk legalább 3 mondatot.
hátra. Vártuk órákon keresztül, Szarvas Laci megy belassóban nézegetett, mert mi van Laci, azt mondja, elmennék, ennék valamit, van jó rétes van itt a sarkon. Laci, menj. Egyébként, csak gyere vissza gyorsan. Csak gyorsan gyere vissza, mert bármikor jöhet a Sheryl Crow. Laci elment, ebben a pillanatban Belibben Sheryl Crow, megcsináltuk az interjút vele. A Sheryl Crow elviharzott, majd a Laci egy ilyen kedves buktával, vagy nem tudom mivel a kezében, hogy vissza, tényfergett, azt mondja, te nagyon jó a bukta is. Mondom, ez remek Lacikám ma meg, de hát sajnos a Sheryl Crow közben elment. És akkor így nézett, tényleg? És olyan jó volt? Mondott valami jót? Persze mondott. Szóval, hogy volt egy diszkrét amatőr vája ennek az egész. Az egész televízió, csak hogy értsétek, nagyjából ebben a szellemben készült. Tehát így indult, így állt hozzá mindenki, a műsorvezetők nem, mert minket akkor vittek és csináltak, amit kellett, de a műsorkészítők, a szerkesztők, szóval, hogy nem nagyon. Mindenki fakultatív óra a gimiben. Az is mindenkinek ugye megvolt a saját külön kis világa, tényleg. Sanyi sértődős volt, én is állandóan megsértődtem, hogyha az egyébként, hogy 200 ember által ismert metal bandájának a klipjét nem adták le. Főműsor időben egymás után négyszer árotációban. Így van, volt ilyen, hogy beszaladtam ugye Juditnak itt a zenészerkesztőket. Bementem azért, és kikértem magamnak, hogy az ikont nyomják orba szájba, és mondom, hogy berontott, az Ákos, igen, az Ákos, igen. És mondom, nem igaz, hogy ezt Ákost állandóan le kell adni, és szevasz Ákos. És ugyanis ben volt nála a mester, és ugye bementem éppen kikérni magam, de hát számtalan ilyen volt. Lehet, a Juditot utána szegényt kezelték hetekig, amikor csak egy-egy ilyen klipet bemutattál neki, hogy mit szeretnél lejátszani. Igen, hát, hogy ő ezt hosszú évekig engem is nyomasztott, hogy reggelente hagyjunk rockzenét, tehát azért ezt így átérezhető dolog. Engem egyébként szerkesztett a Jani. Komolyan? Szeretném című műsorban, valahogy a diszkó mellett az alternatív zene is megtalált engem, ennek mondjuk kicsit azért jobban örültem bizonyos szempontból, és a Jani szerkesztett engem, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy rendkívül precíz szerkesztő volt, tehát ő volt az, aki mindig pontosan megírta a szövegeimet, visszakérdezte ízét, tehát hogy ő nagyon-nagyon precíz. Igen, mert a Levente számára semmi ellentmondás nem volt abban, hogy a VJ soha a büdös életben nem hallott még egyetlen olyan zenekarról sem, amikor a klipjeit napról napra, hétről hétre konferálgatja fel. Igen, de Zsú ezt nagyon hitelesen próbált elő adni, úgyhogy nem nagyon ismerte az előadókat sem. Ezt láttuk a konfokból, ugye? De számunkra ez nem derült ki, meg hát a nézők számára. Senkinek semmiféle fogalma nem volt az emberről. Azt ismertük, akivel személyesen találkoztunk. Igen. Én arra emlékszem, hogy már mindenhol más, mindenki máshol volt, ilyen 2002-2003 környékén. Te már TV2-ztél, te már elmentél RTL-ezni, te már Filip belefolytál valami egészen másba, Sanyi már csinált mást, és én hívjuk ott egészen álltam. Másnak. Ez egészen más, ez tetszik. Ez nagyon PC. Mondhatnám, hogy te már akkor ott voltál a Kossuth téren. Igen. És számoltad, hogy hányan vagy tanultál. És álltam, és mondta a Prigulat, hogy menjek megállott forgatni. És már mindenki másról volt, és azon gondolkoztam, hogy a büdös életben nem fog engem innen elhívni soha semmelyik csatorna, és mennem kellett éppen, nem tudom, valóban megállott forgatni. És te akkor már mind kirepültetek egyébként, mindenkinek voltál valami más. Nem, de hamarabb, te Balázshoz. Nem, te kezdtél. Igen, Zsú is már ment a TV2-re, és én arra gondoltam, hogy soha senki nem fog felhívni, és soha sehol nem fogok ellenni. Beültem a stábuszba, és elmentem megállott forgatni. Durciból el kellett menni megállott forgatni. Igen. Jani, aztán téged is kirúgtak, ugye? Be, nem, én kirúgattam magam. Tehát, én azért elég sokat tettem azért, hogy ne dolgozzak az étbusznál. Igen, tehát nem volt egyszerű, mert gyakorlatilag 3 utolsó esélyt kaptam. És a folyamatos fizetés megvonással gyakorlatilag a negyedére. De egy idő után te fizettél be? Tehát, hogy, mert voltak olyan szabályok, hogy aki késett a hétfői értekezletről, az 5 percenként nem tudom, 15 000-et levontak. Egy pontot túl szerintem a Jani konkrétan hozta. Igen, ezt próbáltam meg kompenzálni az ellopott üdítő mennyiségét. Én is részvényese voltam azért, tényleg. Lopott valaki más is rajtunk kívül? Mert mi 2 dolgot csináltunk, más kódjával mindig telefonáltunk, azt nagyon szeretük. Mindenkinek volt egy kódja, mert csak úgy lehetett telefonálni, mi lenyúltuk a kódokat és telefonáltunk, illetve Jánosan nagy mennyiségben loptuk ki úgy az üdítőitalt, mintha nem lenne pénzünk egyébként megvenni. Ilyen centrum szajtrokba mentünk a másfél literes kólás fantás üvegekkel, úgy a port alatt elsúnyog, hogy senki ne lássa. Most hallom először, de miért nem szóltatok? Nem tudom. János kezdte el kilopni, és aztán valahogy ez nekem is megtetszett, és ilyen ezeket a nagyon cukros, szénsavas vackokat vittük ki nagy üzemben. Mi a portán, mit mondod? És mentünk, és 2 6-os pakkal, tudod, így görnyedtek. Megbeszéltük, hogy Jani megy elől, én szorosan utána, de nem értettem egyébként, és azóta sem tudom, hogy miért csináltuk. Meg tudtuk volna venni, nem volt finom, nem is adtuk el, csak jó
volt. Túzerek voltak, nem? És jött a Máneibe, lemente az E-plusz vezérigazgatót, és mondta, hogy nem érti, mert olyan gyorsan fogy itt az üdítő, és hogy nincs már a cégnek a ennyi pénze rendelni. Meg a Ropi. Igen. Nem emlékeztek, hogy a Ropi is ilyen, ezek mind mentek. Ilyen nagy dobozokban vitték. És nagyon kínosak voltak, tényleg Imre volt bent, hogy Imre volt a legendás kapus, és két ilyen, Jarika, hallod, most ez a csudás élőt, ezt meg kell hallgatod, gyere már, nem most, Imre, nem most. És és közben nagy üzemben loptál az üdítőt. Írja egy hallgató, hogy valljátok be az E-plusz osztálytalálkozót, azért hoztátok össze, hogy Filipnél feltűnés nélkül lobbizzatok a frekiért. Úristen, gyere vagy! Erről beszélünk, hogy közeledik a november, tudsz adni egy-két telefonszámot, Filip? Tényleg ez milyen lenne? Én nem olyan rossz srácok, Anti. Én most voltam benne náluk, ezek halál aranyos gyerekek, a légynek nem ártanak. Ha, igen, valamit. Megnéztem az épületet belül, és bejutottam, főnök. Az egész egy filmet nem ér az a pont. Na jó, tartunk egy pici szünetet, jó, 8:30 pontosan 2 perccel Z plusz Reunion, ez a témánk továbbra, és ha van kérdésetek a műsorvezetőkhöz, írjátok meg nyugodtan, vagy hogy nektek mi az első 1997-es, 98-as Z plusz emléketek, ki mire emlékszik, küldjetek nekünk az SMS-eket, mi pedig jövünk mindjárt, Ákos híre jutam. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan. 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Z plusz retro adást tartunk, és hello! A műsorvezető kint bandáznak. Ketten vagyunk Ferivel. Gyerekek, óriás sztorizás van kint. Marha jó egyébként a hangulat, csak ezt benn kéne adásban csinálni, tudjátok? Mindenki kint maradt, mert mindenki annyira örül mindenkinek, hogy mindenki kint sztorizik. Mi meg Ferivel itt éppen. És Alex, és itt van Zsú, és érkezik Lilu. Iga. És Kálmán, ja nem. És hello, drágák, gyertek. Bevaladva mindenki? Itt is vagyunk mindenkiben. Na, megy kint a sztorizás, mi mindenki mindenkivel. Kikinek nem volt szimpi? Ki mit gondolt a másikról, amikor először láttátok egymást? Mert azért az, ott mondjuk el, hogy azért mindenkinek volt egyfajta véleménye a másikról, egyszer csak összetereltek engem ott bennünket. Filip. Tessék, téged utált a Filip? És, igen, de aztán és szerintem az napig ezek az idők nem múlnak el soha. Nem, hát figyelj, ott egyszer csak összetereltek bennünket, de hát ott is volt egyfajta szimpátia, vagy az, hogy kevésbé szimpatikus valaki. Nem? Jó, hát a báró úr részéről mindig volt egy kis távolságtartás, tehát hogy azért tényleg, ugye Filip tényleg egy nagy öregnek számított, igen. És ő azért nem mindig vegyült. Igen, Filipet azért nagyon külön kezelték, igen. Tehát ő volt a tévés, a profi és a top tévés, és mindig minket beültetek. A mi pedig a hordásra. Igen, igen. Neki mindig volt egy ilyen plusz tartása, amiről azt gondoltuk, hogy ez egy fajta... De az nem a mellénytől van, mert most nem, is nem, össze van messzesedben ilyen csigolya. Aztán egy közös öltözésnél rájöttünk, hogy fűzőt hord. Emiatt. Szóval csajok, ti se szimpatizáltatok mindig egymással, nem? Nyilván a lányok rivalitáját, 20 évesen persze, de ez egy alaphelyzet volt. Én kitutált, nem, olyanról nem beszélünk, aki nincs itt. Aki, tehát volna, aki kitutáltál. Mi egyébként a fiú... Ő ma Dubajban van. Úristen! Ott van? Király. Nem tudom. Ez simán lehetne. Igen. Na, volt egy videoklip, amikor is a nyár sztoriát kellett nekünk leforgatni, és abban szerepeltünk erre. Például emlékeztek? Ez a nyár sztoria volt, az Animal Cannibal zenésítette, írta a szöveget, mi pedig szerepeltünk a klipben. De azt tudod, hogy volt, hogy arra kértük a nézőket, micsoda promóciókat eszeltünk ki 98-ban, gondoljatok bele, hogy írjátok meg, hogy mi történt veletek a nyáron, és a legjobb sztorit az Animal Cannibals dalba önti. Igen. És ebből lett a nyár sztoria, amit valahol hűvösöldben forgattunk. Én arra emlékszem, hogy a Alex, bocsánat, a Sanyi Supermannek költözött, én aztán vadász voltam. Nem én akartam, higgyetek. Valaki, ez mindenképpen mondta, hogy ebből semmit nem akartál. Valaki, engem nyúlnak öltöztetek, igen. Annyira kellemetlen az egész, hogyha valaki most a YouTube-on megtalálja, én egy kb. Fél évvel vagy egy évvel ezelőtt a gyerekeimnek megmutattam, nagyon kellemetlen. Zsú, meg én kiránduló pár voltunk egyébként, nagyon jól mutattunk. Már azóta sem változott. Titeket az Isten is egymásnak teremtett. Ez egy nagyon kellemetlen dolog volt, de szerettük, tehát akkor azt kellett csinálni. Igen. Nem? És nem volt döntés, hogy az ember beöltözik, nyúlnak, vagy nem. Ott azt mondták, hogy akkor te rohadás, hogy én nyúl leszek. Vagy hát igen. Igen, Sanyi akkor is olyan kirobbanóan kreatív volt, mert lógott egy fának az ágáról, és lengett. Ez az egy, amit ő akart. Nem vagyok benne biztos. Én azt a jelmet sem annyira akartam. Volt bármi az elmúlt 20 évben, amit akartál, Sanyi? Figyelj, semmi így alakult. A Z plusz logóval ellátott Superman jelmezt, azt konkrétan nem szerettem volna, és ez meg azt hiszem, hogy az akkori főszerkesztőnk ragyogó ötlete volt. Igen, neki az akkor nagyon tetszett. Ha már Z plusz, akkor Superman. Te legyél Superman, igen. Én annak idején Sanyi miatt néztem a Zene TV-t, Cserkelés az életem forever írja valaki. Mm-hmm. Sanyi, józan voltál a műsorok alatt, kérdezi? Nem. Is.
Balázs és az inváziókon. Az inváziókon, amikor az Orsi dalát reppeltük és énekeltük. Igen, volt egy Z plusz invázió, amikor 97-ben bevezették a csatornát, az arról szólt, hogy megszálltunk városokat, és ilyen esőkabátot osztogattunk, nem tudom, és végén, az este végén a diszkóban. Még most is árulom őket a Vaterán. És oda nem érkezett meg Tunyogi Orsi, vagy ott nem tudták elénekelni, és ott egyszer csak nekünk kellett reppelni. Nem, egyáltalán nem. Hát ez folyamatosan mi adtuk elő. Nem is hívtuk őket, nem, hogy nem érkezett meg. Hát nem. Jó, hogy ez nem egy egyszerű alkalom volt? Produkciónk volt, nem. Hogy miket a lányok okáloztak a háttérben. Igen. Atya úristen. Vannak dolgok, amiket érdemes lenne elővenni. Hát nem gondolom. Majd előveszi más. Elővettek már olyanokat, amit szintén nem lett volna érdemes, de ebben nem menjünk be. Igen. Hát, de sokan kérdezik egyébként, erről is lehet beszélni. Zsú Balázs, a táncreakcióban mennyire voltatok betintázva, kérdezte Dávid. Akkor nem, az nem annyira. Volt egy-két alkalom, ahol ott maradtunk. Nem, az imás volt akkor a igen. Nem, a fordítások alatt nem. Nézzétek, egy jó vendég mindent elfogad, amit a vendéglátó kínál, nem? Hát ez muszáj volt, mert nem tudtunk ellene. Most nem sérteted meg őket. Abszolút, igen. A Döröskei Stranddiszkóban Vasmegyében emlékszem, DJ-ként dolgoztam akkor, Zsuval és Balázsral találkoztam, mentem szólni nekik, hogy ők jönnek. Az öltözőben Balázs zselészte a haját, Zsu pedig tartotta a tükröt és rám szólt, hogy Balázs nem szereti, ha ilyenkor nézik. Ez biztos, hogy igaz ez a sztori. Utána egy nagyot bulisztunk, Zoli küldtek. Ez egy szép történet volt, igen, gyönyörű volt. És találkoztam egy tetoválás srác, aki annak idején a Szigeten dolgozott kint, Krisznek hívják, mind a mai napig űzi az ipart. Egy Udo koncerten futottunk össze, és ő mesélte, én nem is emlékeztem már rá, hogy egyszer Balázsral együtt bementünk hozzájuk forgatni valamelyik ilyen irgalmatlan régi szigeten. És Balázs bement és intézkedett, és azt mondta, hogy és akkor innen, és akkor jó, és akkor felveszünk, és akkor ilyen, és mondták neki, hogy fél srác, ez egy munkahely, mi itt dolgozunk. Erre Balázs megsértődött, és kiment. Én meg ott maradtam magyarázkodni. A Jani elviszi a balhét. Na, szemben. Így van, és meg ott maradtam, hogy ez egy rocker vagy. Tudom, hogy jaj, érted, hát tudod, miért ez a srác. Például bocsánat, elnézést, nem mondjátok el senkit. Már akkor tudtam, hogy kire kell rányomni. Zsú, te azóta mivel foglalkozol? Mert talán rólad hallunk azóta legkevesebbet. Igen, nekem a televíziózás az így néha visszatér, néha eltűnik az életemből, de én egy B2B kommunikációs... Miért aggregátorral megy az áram ott van? Nem ilyen formában, de akár lehetne aggregátorról is, mert hogy pont abban a kerületben lakom, ahol te az erdő mellett. És nem, tehát hogy én egy B2B kommunikációval foglalkozó zöldipari szaklapnak vagyok egyébként egy menedzsere, és hát az én, tehát maradtam valamennyire a média területén, de inkább print és online dolgokkal foglalkozom, és nagyon szeretem azt a témát, amivel foglalkozik ez a zöldipari szaklap, mert hogy fenntarthatósággal, megújuló energiákkal, hulladékhasznosítással ilyen jövőbeni dolgokkal foglalkozunk. Fertőződik egyébként komolyan. Tehát ugye egy kerületből jöttök, hát János is ott élnek. János a joghurtos dobozokat gyűjti, külön a fóliát, külön a dobozt, és ha valaki hozzányúl, igen, nyalogatva tisztán, igen. Egyszer se köszönöm még rám a szelektívnél egyébként. Lilu, te most vagy valamilyen csatornánál? Sándor, te meg valahogy az autós műsorokat találtad meg, és ez már neked egy ilyen életpálya, nem tudom, hogy de hosszú-hosszú évek nem óta. Nem, hogy az életpálya igazából ez, tehát ez ezt egy gyűlölő. Nem, én ebben úgy látom, hogy mindenki azt gondolja, hogy minden gyűlölök a világon. Én ebben úgy látom, hogy te jól érzed magad. Igen, jól érzem magam, mert nagyon jó emberekkel dolgozom együtt. Nekem annyira a média, a tévé az már nem annyira fontos igazából. Tehát rájöttem arra, hogy van egy csomó műfaj, amiben én nem vagyok jó, ezért nem is kell erőltetnem. Annyi szép foglalkozás a világon, szoktuk mondani. Más is szakosodtam teljesen. Tehát de mert azt láttam, hogy ezekben az autós műsorokban viszont jól érzed magad. Jól érzem magam, mert jó a stáb. Meg alapvetően én hát ha már ennyire szétdohányoztam a hangomat az elmúlt 25 évben, akkor nyilván valamit ezzel kezdeni kezdett, és én erre szakosodtam. Tehát én a hangomból érek. De alapvetően útkereső vagy. És nagy gondolom, útkereső, nem? Gondolom, nem útkereső vagyok, most már én a helyemen vagyok. Igen? Igen. Megtaláltad? Igen. Cserkelés az életem. Szabadúszó vagyok, és én ezt akartam világítani. Az a legfontosabb. Szabadon tudok élni. Igen, az a legfontosabb. Amikor Alex konferált először Ukrin Benedeket, 10 percig nevettünk, írja nekünk. Ezt Kucatinak köszönhetjük, mert Kucatilla egy szerkesztőnk volt az, aki felfedezte Ukrin Benedeket, és így a köznek gyakorlatilag így. Én pedig az izében több mély interjút is készítettem. Ukrin Benedekkel, Kucatillának köszönhetjük. Ezek megvannak. És akkor ilyen komoly műsornevek voltak, hogy Izé, azt talán te kezdted el. Ugye Izé Filippel emlékeztek? Te erre? Izé Filipe, minden harmadik nap Ákos volt a vendég. Valamiért ezt akkor nem értettem. Hogy nem. Hétfőn be volt szerdán megint, mert már mit csinálnak? Komolyan mondom. Én meg a bestiákkal, meg a Baby Sisters interjút. Suba, Subához, Guba, Bibához. Három
három naponta Ákos interjú. Hát már akkor se értettük, hogy mi az Isten ezt. Bementél a stúdióba, benéztél, ja, csak megint Fili beszélget Ákossal, ha változatosság kedvéért. Hosszú volt az életünk, tehát föl kellett dolgozni. Mire attól? Igen. Te most éppen hova indulsz, Lilu? Mit keresel? Szibériába mész? Ezt hallottam. Megyek, igen, vasárnap reggel Szibériába. Atya Isten. Hmm. Ott is van kit egyesíteni? Igen. Ott is lakik valaki? Igen. Vagy törődkor nem féltékeny? Szinte szerintem feldolgoz. A három nővért fogunk összehozni, akik nem látták egymást 40 éve. Három nővér, ez valahonnan ismer. Ugye? Igen. Na? Igen, gondoltam, hogy te ebbe bele tudsz kapaszkodni. Figyeljetek csak, itt elkerült kérdezz egy kérdést, igen? Hogy nem volt meg senkinek stábon belül. Tudom, tegnap ezt kérdezte a szerkesztő, aki hívott. De a harmadik név után abba hagytad. Nem, tudod, mit kérdezed? Hogy ti a Balázssal sosem voltatok együtt? Hogy nem jöttetek össze? Kicsit mondom, ez nem merült fel. Jó, de mondom, miért a Balázs mondott valamit, ami erre utat? Nem, csak így kíváncsi voltam. Mondom, jó, nem. Úgy összeillettetek volna, ezt is mondta, nem? Nem volt meg senkinek? Hát, vagy nem? Nálam nem volt. Filip, csak miután kiderült, hogy apám MSZNP tag. Sok mindenki kavarodott össze azon a munkahelyen sok mindenkivel, de lehet, hogy én valamit nem tudok, de azt hiszem talán a műsorvezetők nem nagyon. Volt, hogy műsorvezető mással, meg szerkesztő műsorvezetővel, de műsorvezetővel szerintem Zsú nagyon hallgat. Igen. Nem, tényleg. Nem. Voltak olyan pillanatok, hogy egy-egy műsorvezető szerintem súrolta a határát egy-egy műsorvezetővel, de nem. Konkrétan részben súrolták a határát. Zsúnak többször súrolták a határát. Én is de olyan, hogy műsorvezető szerkesztővel annál inkább. Tehát ott azért voltak nagy átmenetek. De valahogy műsorvezető nem lőtt műsorvezetőre, sose értettem. Nem, itt nálunk miért? Nem volt ilyen. Igen, és milyen érdekes egyébként, hogy ettől függetlenül azért többünknek ugye a párja mégiscsak, vagy a gyerekének az anyja, apja, az mégiscsak ebből a szakmából került ki. Tehát az én gyerekem apja is televíziós, ugye, Lilu. Enyém is, igen. Te ugyanúgy mondasz megdöbbentő dolgokat, Zsú, mint 20 éve. Hirtelen igen. Mindig lesz. Nem tudod követni, hogy aztán sajnos a műsorból nem lett semmi, csak egy gyerek. Na jól van, hát sajnos eljárt az időnk, igazából 10-ig tudnánk élményeket beszélni, csak ugye nekünk reklámblokkunk van, úgyhogy mi nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Rövidebbnek érzi az ember. Balázs, őszintén meg volt Lilu? Igen, hát Lilu őszintén meg volt Balázs. Erre próbáltak fel is. Jövő héten folytatjuk ugyanitt. Jövő héten folytatjuk az E-pluszos videókkal a második fejezettel. Jó, mi nagyon szépen köszönjük nektek, hogy itt voltatok. Köszönjük. Jó volt látni, olyan volt, mint egy osztálytalálkozó tényleg. Úgyhogy reméljük, hogy a hallgatóink is élvezték. Puszi nektek, köszönjük. Sziasztok. Szépen. Sziasztok. Máskor a ne feledd a frekit novemberben, jó? Okay. Mondj egy-két jó mondatot. Hármas ugrás játszunk már is, illetve mutatjuk a beugrót egy hallgatóknak. Ez a beugró hármas. Ja, hihetetlen. Akárnak találkozok vele, Filip, mindig jobban teljesít. Hello, Frankie! Most vége! Így van. Na, mutatjuk, jövünk még ki, mindjárt csak egy másodpercünk van. A beugrót mutatjuk. Újra! És mivel kezdődött? Hogy intéztél, Filip, hogy Ákos legyen? Nem. Hogy intéztél, hogy Ákos legyen a lábát? Igen. Ahova beteszi a lábát, ott abban a pillanatban megszalad Ákos. A hármas ugrás beugrójának Ákos van az elején. Na jól van, hát nagyon sok kérdés még, drága hallgatók, ne haragudjatok, nem tudtunk mindenre sort keríteni, itt egy műsorvezetőzés jött még sok-sok kérdés. Majd lehet, hogy 100 év múlva egyszer csinálunk még egyet, és akkor ezeket meg tudjuk válaszolni. De tényleg annyi történet van, hogy az ember nem is tudja, hogy mit kérdezzen. De egészen fontosan. Kedves hallgatók, azt írja, hogy Lilu igazán megkeresheti Broker Marcsikát. Egyébként annyit utazik, gyerekek. Hallott, csak valahogy csak beleakad, igen. Na jó van, helyesek voltak. 5 perc, már pontosan 9 óra, jövünk a játékkal, és az 1 milliós álomkonyha játékunkkal Ákos írei után.